Ádám elmondta, a nagy csalódást hozó pozsonyi verseny után mind mentálisan, mind fizikálisan újra össze kellett kapnia magát a pécsi megmérettetésre. Felkészülés eléggé hosszúra sikerült, közel 14 hét felkészülés volt, ugye az előző két verseny volt beiktatva a tavaszi szezonra. Eléggé nehéz volt, főleg a végjáték, ugye a pozsonyi verseny után egy picit, mind mentálisan, mind fizikailag egy picit megrendültem, elég nehéz volt felállni. De hála jó Istennek sikerült így a támogatások és a segítségek után fölállni és aztán indulni ezen a versenyen. Napi szinten ugyancsak két edzéssel kellett készülnem elő a versenyre. Volt egy reggeli kardióedzés, ami egy aerob jellegű mozgás jelent, egy órás, utána jött a munkarésze. Aztán pedig délután pedig egy kemény súzós edzés volt, amivel lezártam a napot. A pécsi versenyen nagy nevek indultak, és komoly küzdelem zajlott a legjobbak között a dobogós helyekért. Nagyon jó felkészült versenyzők voltak a színpadon, meglepően jó felkészült versenyzők. Engem is meglepett igazából, amióta ebbe a szerződbe versenyzem, évről évre tapasztalom, hogy egyre erősebb ez a mezőny. Hála jó Istennek. Főleg az én kategóriám, ez a nehéz súlyú kategória sikerül mindig a legerősebbre. Ez idén is így volt, köztük egy világbajnok is színpadra lépett, úgyhogy eléggé nehéz dolgom volt. Igazából a legjobb három az eléggé hamar levált a bolyról. Mi hárman eléggé együtt voltunk, tehát alig pár pont különbség volt közöttünk. Igazából a döntőkben dőlt el főként a dobogónak a sorsa. Igazából kettő ponttal csúsztam le az ezüstéremről, de remélhetőleg majd októberben sikerül egy kicsit kifényesíteni ezt az érmet. Ádám számára az a legfontosabb, hogy megfeleljen a saját maga által támasztott elvárásoknak. Legfőképpen önmagaddal kell a színpadon megküzdeni. Ugye 14 hét áll mögötted, ebből az utolsó hét, ami a legkeményebb szerintem, vagy leginkább megviseli a szervezetet. Elég komoly vízhajtás, egy szénhidrát ürítésről beszélünk, ami nagyon-nagyon lenullázza az embernek az energiaszintjét. És igazából próbálsz aznap talpon maradni, és próbálsz megküzdeni a többiekkel, és a lehető legjobb formádat hozni, annak ellenére, hogy legbelül romokban vagy, szó szerint. A füzesabonyi testépítőnek kevés ideje jut a pihenésre, mivel októberben Európa-bajnoki címét kívánja megvédeni Tatabányán.